Nagyon érdekes személyiség, mert mint sok más kárpátaljai művész, több lábon áll. Hiszen látjuk, hogy nagyon kifinomult, absztrakt nyelve van a munkáinak. Sokan csak erről az oldaláról ismerik Micska Zoltánt, mint absztrakt művészt. De ugyanúgy a kárpátai festő hagyományokat ismerve, továbbvíve a plener festészetben és a dekoratív zsáner képeit is ismerjük, és vannak realisztikusabb munkái is. Tehát tényleg egy olyan több oldalú, több színű alkotó, hogy szerintem ritka, talán itt Kárpátalján az a terület, meg az itt nevelkedett művészek azok, akik tényleg mindenhez nem csak azt mondom, hogy kicsit értenek, hanem magas művészeti szinten értenek. És én nagyon örülök annak, hogy halála után ezek az oldalai külön is figyelmet kaptak, hiszen a Munkácsi emlékkiállításon, ami 18-ban volt, azon inkább ezeket a zsáner képeit és a kárpátai festő hagyományokat követő munkáit láthattuk. Most a jelenlegi kiállításon a Bossai Múzeumban inkább az absztraktabb munkái szerepelnek, de itt is helyet kaptak azért ezek a grafikai alkotások is. És én ennek nagyon örülök. És nagyon örülök annak, hogy a művészt a munkáink keresztül megpróbáljuk minden egyes irányból bemutatni. Nem csak azt szeretnénk belőle láthatni, ami úgymond közismert, amit tudjuk, hogy bevált, amivel tudunk dolgozni, hanem tényleg megpróbáljuk feldolgozni ezt az élethagyatékot, ami egy óriási nagy pálya feldolgozása, és ezek a kiállítások mindezt segítik. És ebben nagy köszönete van ugye a lányának, aki fenntartja, Júlia fenntartja ezt a munkát, és minden egyes emlékkiállítás egy kicsit más. Egyik se ugyanazt a hangot üti meg, és még ebben is láthatjuk, hogy még mindig vannak rejtett titkok Micska Zoltán életművében, és reméljük, hogy a későbbiekben lesz még arra alkalom, hogy ezeket közelebbről is megismerjük, még mi kinyíljanak azok a műhelyi titkok és zárt szobák, ahonnan még előjöhetnek újabb alkotások is. Thank you.